Puskás Ferenc minden idők legjobb magyar játékosa. Éveken keresztül tudnánk sorolni az elképesztő érdekességeket vele kapcsolatban, azonban most csupán 6-ra jut idő. Puskás Ferenc az egyedüli játékos a világon, akinek sikerült gólt szereznie világbajnoki, Európa-bajnoki, olimpiai és megdöntőben is. Mindezek mellett 1960-ban a Frankfurt ellen megnyert megdöntőben 4-szer is eredményes volt. Ezt a rekordot idáig senki nem tudta megdönteni, és kevés a valószínűsége, hogy bárki ilyen extra teljesítményt nyújtson egy bajnokok ligája döntőben. Puskás Ferenc azon kevés magyar labdarúgók közé tartozik, akiről a világ valaha volt legjobb futballistái és edzői is elismerően nyilatkoztak. Ha ma élne a televízió és az internet korában, a legnagyobb labdarúgó lenne nem csak itt a Földön, de még a Holdon is. Ma is meg kell hajolnunk előtte, mert a futball igazi géniusza volt. Nagyon kevés ilyen legenda van a futball világában. 4 gólt rúgott egy megdöntőben, ehhez foghatót senki sem ért el. Játékosként és emberként is 10-es. Minden magyarnak segített, olyan volt a magyaroknak, mint egy nagykövetség. Futballistaként olyan magasságba emelkedett, mint nagyon kevesen a világ labdarúgásában. Rajta keresztül ismerték és tudták azt, hogy létezik Magyarország. Ha egyszer belerúgott a labdába, abból 2 gól lett. Az ő nevét viseli a 82-656-os sorszámú kisbolygó a világűrben. Ezen kívül egy felmérés szerint a vezetékneve a legismertebb magyar szó a világon. Mindemellett szobrot állítottak a tiszteletére Zalaszabaron és Kispesten. Utcát is neveztek el róla Magyarország több településén és Ausztráliában is. Magyarország legnagyobb befogadó képességű stadionja is az ő nevét viseli, ahol idén 4 Európa-bajnoki mérkőzést is rendeznek. 1948-ban ő zsebelte be az Európa legjobb góllövőjének járó díjat a Honvéd játékosaként, 50 lőtt góllal csupán 21 évesen. Ezen kívül ő volt az Európa-bajnokság elődjének gólkirálya 1953-ban 10 góllal, 2-szer volt a BEG gólkirálya, 4-szer volt a spanyol, illetve 4-szer a magyar bajnokság legjobb góllövője is. Összesen 622 góllal zárta elképesztően sikeres pályafutását. Puskás Ferenc 2 különböző nemzeti csapat színeiben is pályára lépett világbajnoki tornán. Mindannyian tudjuk, hogy a magyar válogatottal 1954-ben VB ezüstére még menetelt, azonban azt már kevesebben tudják, hogy 1962-ben a Chilében megrendezett világbajnokságon a spanyol válogatottban is pályára lépett. Ő a valaha volt legidősebb játékos, aki képes volt bajnokok ligáját nyerni 39 évesen és 39 naposan. 1966. május 11-én a Real Madrid csapatával a Partizan együttesét győzték le. Ő volt a 20. század legeredményesebb labdarúgója a nemzeti válogatott meccseket tekintve, hiszen Pelé 77 gólját megelőzve 84 gólt szerzett a címeres mezben. Puskás Ferenc a 20. század legjobbja. Magyarország örök legendája és példaképe. Ezúttal nem teszünk fel kérdést a videó végén, hiszen biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben sohasem lesz hozzáfogható játékos a magyar válogatottban. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobd rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért. Ja, és ha van bármilyen videó ötleted, írd le kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!